Szeretettel köszöntöm nézőinket, Nagy Vizit című egészségügyi magazin műsorunkat látják. Mai vendégem 2013-ban kapott Astellas díjat. Vendégem a stúdióban professzor dr. Kulka Janina, patológus, egyetemi tanár. Szeretettel köszöntöm. Köszönöm. Amikor az ember nézi az orvosi szakmának a különböző szegmenseit, nagyon sokan gondolnak kétkedve, viszonyogva egy kicsit az ön területére, hogy hogy lehet valaki pont patológus, de biztos, hogy megvannak ennek a szakmának a szépségei, a kutatás részének, és úgy unblock az egésznek. Miért ezt választotta? Hát ez egy kicsit hosszabb történet. Ráérünk. Nagyon érdekes, mert a taxisofőr, aki idehozott most a stúdióba, ugyanezt kérdezte, hogy lehet ezt a szakmát csinálni, de ez egy nagyon, nagyon szép és nagyon teljes szakma, azt kell, hogy mondjam. Az, hogy hogy választottam, azt inkább úgy mondanám, hogy ez a szakma választott engem. Nem erre készültem az egyetemen, nem ezért mentem az orvos egyetemre, hogy patológus legyek, de aztán végül, amikor állásokat kellett pályázni, akkor a kettes patológia intézetben volt egy állás, és elmentem, megnéztem, és felvettek. És hát van egy ilyen mondás is egyébként, amit van, aki szeret, van, aki nagyon utál, van, aki nagyon nevet rajta, hogy az ember patológus nem lesz, hanem marad. Mert régen ez egy nagyon bevett gyakorlat volt, hogy mindenki, aki manuális szakmát választott, de belgyógyászok is így kezdték a pályájukat, hogy szereztek egy patológus szakvizsgát, és utána mentek át a klinikumba, vagy a klinikai szakmát folytatni, aminek rengeteg értelme van. Előbb azt mondta, hogy ez egy nagyon teljes szakma. Miben látja ennek a teljességét? Sok szempontból, a tevékenységek széles skálája miatt is, és azért is, mert annyi szakmával állunk közve, annyi klinikai szakmával állunk nagyon közvetlen kapcsolatban, hogy muszáj követnünk a klinikai szakmák fejlődését is, muszáj ismernünk az ő problémáikat, a kérdéseiket, azokat a problémákat, vagy differenciál diagnosztikai kérdéseket, amikre ők várják tőlünk a választ. És így aztán a tulajdonképpen minden betegséggel találkozunk a pályánk során. A patológus életen át tartó tanulásra van kárhoztatva ebből kifolyólag? Így van, de én azt gondolom, hogy mindenki, aki ezt a szakmát választja, különösen az utóbbi években, amikor ilyen rettenetesen felgyorsult a fejlődés, a ismeretek bővülése. Nagyon nagy szerepük van a kutatásban, illetve az új, vagy a betegségek bizonyos fázisainak felismerésében. Ez mennyit fejlődött az elmúlt időben? Az én szakmámban hatalmasat fejlődött. Tehát tulajdonképpen az történt, hogy a molekuláris szintű alapkutatások beemelődtek a mindennapi rutin patológia gyakorlatába. Persze nem teljes egészükben, de rengeteg módszert használunk ma már a patológiai rutin diagnosztikus gyakorlatban, ami korábban tényleg csak a kutatók privilégiuma volt, vagy csak ők ismerték ezeket a módszereket. A mai orvostudomány mire várhat önöktől válaszokat? Hogy mire várhat patológusoktól válaszokat? Nagyon sok mindenre. Attól függ, hogy ki teszi fel a kérdést, az orvostudománynak melyik szakága teszi fel a kérdést. Például a vesebetegségek vagy májbetegségek diagnosztikája kapcsán egész pontosan, nagyon szorosan együttműködve a klinikussal a betegség pontos természetét, stádiumát, kilátásait lehet megállapítani, vagy például a daganatos betegségekkel kapcsolatban. Szerencsére nagyon sok daganatos betegségnél ma már célzottan kezelik a betegeket, és ezeknek a célzott kezeléseknek a célpontjait tudjuk mi pontosan meghatározni egy-egy adott, akár biopsziás, akár műtéti mintában.
hogyha áttekinti a pályafutását, mi volt az, amiről legszívesebben emlékszik vissza? Sok mindenre emlékszem szívesen. Szívesen emlékszem persze a fiatalkoromra, amikor még visszategeztek az orvost a hallgatók, mert tanítunk, ugye ez is a munkánk része, ami egy nagyon szép része, és azt én nagyon, nagyon szerettem. És azok az idők nagyon, nagyon jók voltak, amikor még az ember olyan közel volt ehhez is. És mégis át tudott adni már valamit a majdnem kortársainak, amiből ők sokat tudtak tanulni. Aztán nagyon, nagyon szívesen emlékszem a szakvizsga körüli időre, mondjuk akkor is még fiatal az ember, mert akkor úgy éreztem, hogy akkor úgy tényleg át lehet látni teljesen ezt a szakmát. Akkor az ember olyan friss és élő tudással rendelkezik a különböző speciális területein ennek a szakmának, ami olyan nagy élményt ad. Ugyanígy a szakvizsgán kap az ember metszeteket, amiket meg kell ismerni, és az egy nagy élmény, hogy az ember fölismeri ezeket a metszeteket. Aztán nagyon nagy élmény volt a 1992 és 94 között Angliában voltam egy ösztöndíjjal, és az a másfajta munka, teljesen más, hogy dolgoztam akkor, mint itthon. Egyfelől egy teljesen új területet ismertem meg, és nagyon elmélyülten, tehát közvetlenül kutatással is összekötve a diagnosztikus munkát kellett akkor dolgozzak, és az is egy ilyen nagyon maradandó és meghatározó élmény volt. Tudott az itthoni gyakorlatba beépíteni bármit is az angliai évekből? Igen, abszolút. Tehát azt gondolom, hogy az meg is határozta tulajdonképpen a későbbi szakmai életemet. Ahogy az önéletrajzat áttekintettem, azért egy nagyon fontos rész a tanítás, az egyetemi oktatóság az ön életében. Mi a legnagyobb kihívás abban, hogy a fiatal orvost a hallgatóknak átadhat bármit a tudásából? Hát nagy kihívás az, hogy az ember fel tudja kelteni a figyelmüket, hogy megmutatni azt, hogy ez egy mennyire érdekes és fontos tárgy, ez, amit mi tanítunk. És fenntartani ezt az érdeklődést. És aztán persze az a nagy sikerélmény, ha tényleg visszajelzik, hogy igen, ez nagyon érdekes, szeretik, bejárnak az órára lelkesen, és aztán amikor elvégezték ezt az egy évet, a harmad évben tanulnak patológiát az orvostanhallgatók, és akkor negyedévesként bekopognak az intézetbe, és azt mondják, hogy ez annyira érdekes volt, hogy akkor tudományos diákköri munkát szeretnének még végezni nálunk, akkor azért ez egy nagyon jó visszajelzés. Mennyire fontos a kinevelés, hogy meglegyen az az utókor, vagy azok az utódok, akik tudják folytatni majd a munkájukat? Ez nagyon fontos. Ez az egyik legfontosabb dolgunk, különösen meg itt csak a mi területünkön, mert az biztos tudja, vagy olvasott erről, hogy nagyon kevés patológus van. Tehát sokkal kevesebben vagyunk, mint a hányan lennünk kellene ahhoz, hogy az adott mennyiségű munkát elvégezzük. És ezért különösen fontos az, hogy megtaláljuk azokat az orvostanhallgatókat, akik beleszeretnek ebbe a szakmába, és aztán velünk maradnak patológusként. Mi lehet az oka ennek, hogy sokkal kevesebb a patológus, mint az orvosi szakma egyéb más területén lévő szakemberek? Hát biztos. Ennek szerintem több oka van. Biztos, hogy az egyik oka az talán az a tévhit, ami a patológusokról vagy a patológiáról a köztudatban elterjedt, és ez az, hogy a patológusok nem találkoznak betegekkel. Ami nem igaz, mert egyrészt találkozunk, másrészt egyre többet találkozunk a betegekkel. Ezt hogy kell elképzelni? Ezt úgy kell elképzelni, hogy a patológiának van egy olyan
részterülete, ami a citológiai vizsgálatokkal foglalkozik, és a citológiai mintákat azt ma már nagyon sok helyen maguk a patológusok veszik. És ez azt jelenti, hogy egy ugyanolyan szakrendelés, mint a reumatológiai szakrendelés, vagy a nőgyógyászati szakrendelés, ahol ott van a patológus, ott van egy radiológus, egy ultrahang géppel, és ők ketten együtt foglalkoznak a beteggel, azonosítják azt az elváltozást, ami miatt a beteget erre a szakrendelésre küldte a megfelelő kollega, és a patológus maga a képalkotó vezérlése segítségével szúrja be a tűt mondjuk a pajzsmirigy elváltozásba, vagy az emlő elváltozásba, vagy akárhova, és ezt a citológiai mintát aztán maga vizsgálja a mikroszkópban. És ez egy nagyon élő kapcsolat a betegekkel. Ilyenkor a betegek nem néznek Sanda szemmel, amikor először kerülnek mondjuk egy ilyen szakrendelésre? Hát szerintem nem. Mert ugyanúgy, ahogy tudják azt, hogy egy röntgenfelvétel, vagy egy laboratóriumi vizsgálat a kivizsgálás útján egy lépcső, ugyanúgy ezt is elfogadják. Hogy ez az ön számára mit jelent, és mennyire fontos az orvos-beteg kapcsolat? Én nagyon-nagyon fontosnak tartom, nagyon megtisztelve érzem magam, amikor a betegek hozzám fordulnak tanácsért, vagy nagyon sokszor fordul elő, hogy a szövettani leletükkel visszajönnek, és azt kérik, hogy mondjam el részletesen, magyarázzam el, hogy ez itt mit jelent, tanácsot kérnek, vagy kikérik a véleményemet arról, hogy a betegségükkel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy kihez forduljanak ezzel. És ez részben az ismeretségi kör, de részben a például az onkotímben, az onkotím előtt, vagy onkotímben inkább így mondom, megjelenő, vagy odaforduló betegek is gyakran keresnek egy ilyenfajta tanácsér. Igen, az onkológia területén különlegesen fontos az önök szerepe, és nem csak a beteggel való kapcsolattartás, hanem a bekövetkezett legrosszabb után is, hiszen rengeteg vizsgálatot akkor tudnak elvégezni, amikor kiderülhet, hogy honnan is fakadt egy bizonyos betegség, amit lehet, hogy a műszeres vizsgálatok még nem is tudtak annyira kimutatni. Ezekből mennyi tapasztalatuk van? Ezek a komplex kivizsgálások, amik a különböző radiológiai vizsgálatokat, laboratóriumi vizsgálatokat jelentik, azért ezek nagyon, tehát az esetek döntő többségében nagyon nagy biztonsággal meg tudják állapítani, hogy melyik az a szerv, ahonnan egy daganatos betegség kiindul, és hogy csak abban a szervben van-e, vagy már esetleg távoli áttéteket is adott. Ugye a patológusnak óriási szerepe van ebben a körben, mert azért mégiscsak az ő szövettani diagnózisa az, ami igazolja, vagy citológiai diagnózisa az, ami igazolja, hogy valóban először is a kérdés az, hogy valóban egy daganatos betegségről van szó, és aztán a daganatos betegség részletesebb természetét is a mi módszereinkkel lehet megállapítani. A kezelésekben is segít a patológia, hogy minél célszerűbb kezeléseket, igen, irányzott kezeléseket tudjanak választani? Igen. Ebben különösen az utóbbi években óriásit fejlődött a mi szakmánk. Persze ez egy szükségszerű fejlődés volt, hiszen a gyógyszerek is hatalmasat fejlődtek, és ezek a célzott gyógyszerek, ezek megkövetelik azt, hogy mi a daganat szöveten belül azonosítsuk a célpontokat. A szakmájuk a mintavételi eljárásokkal tudott fejlődni, vagy a megállapítás tényével? Tehát mivel tudott fejlődni, hogy előre tudjanak lépni? A mintavételi eljárások azok eléggé ugyanolyanok, mint régen. Én azt gondolom, hogy a technikák rengeteget fejlődtek, tehát sokkal jobb minőségű
mintákat tudunk ma már vizsgálni, mert kitalálták azokat a gépeket, amelyek lehetővé teszik a szövetminták vagy a sejtminták optimális feldolgozását. Ez bizonyos értelemben a standardizálást is maga után vonja. Nagyon sokat fejlődtek azok a festési módszerek, amelyekkel a szövetek sajátosságait pontosabban meg tudjuk állapítani, és így például egy daganat szövetben ezekkel a speciális módszerekkel meg tudjuk, tehát olyan a szó szoros értelemben vett molekuláris vizsgálatok nélkül is meg tudjuk mondani, hogy például vannak-e benne ösztrogén receptorok, ami egy nagyon fontos tulajdonsága például az emlődaganatoknak. És aztán a technika fejlődésének egy hatalmas lépcsője volt, amikor a molekuláris vizsgálati technikák is áttevődtek a mindennapi rutin vizsgálatok szintjére egy csomó daganat esetében. 2013. februárjában az évorvosa kitüntetésben díjban részesült. Hogy élte meg ezt? Ez egy óriási öröm volt, nem is tudom leírni igazán jól. Az hát egy óriási megtiszteltetés, amit ma is úgy gondolok, hogy a szakmámnak szólt. Tehát arról is szólt ez a díj, hogy a patológia az valami fontos, és ennek külön örültem, hogy patológusként ezt a diagnosztikus szakmák számára adott díjat megkaptam. Ami nagyon fontos, a társadalmi elismerés. Ebben mennyire van részük? Hát azt gondolom, hogy mindig vannak olyan periódusok, amikor általában az orvosok társadalmi megbecsültsége az eléggé alacsony szinten van. Most is úgy érzem, hogy nem állunk a legjobb helyzetben ilyen szempontból. Éppen egyébként tegnap voltam egy nagyon érdekes beszélgetésen a Műszaki Egyetemen, a telemedicináról volt egy nagyon-nagyon érdekes ilyen klubbeszélgetés. Én voltam az egyetlen orvos, azt hiszem, a teremben. És ott például kiderült, hogy a mérnökök, meg ezek a telekommunikációs szakemberek mit gondolnak az orvosokról, és ez nem volt nagyon, nagyon ízelkő. Talán pont ezért van szükség erre a díjra, hogy ráirányítsa egy kicsit a társadalom figyelmét arra, hogy ha-hó, itt vagyunk, dolgozunk. Igen, tehát biztos, hogy ez is egy nagyon, nagyon nagy szerepe ennek a díjnak, és én azt gondolom, hogy az orvosok nagyon sokat dolgoznak, nagyon alul vannak fizetve, óriási a felelősség, de nem csak az orvosoknak, hanem az egészségügyi személyzet úgy, ahogy van. És biztos, mint minden szakmában, ebben a szakmában is vannak jobb és kevésbé jó emberek. És én azt gondolom, hogy ahogy az általánosítás soha nem jó, úgy ebben a vonatkozásban is fölösleges általánosítani. Szakemberként, orvosként mit tehetnek azért, hogy a társadalom egy kicsit változtasson ezen a fajta hozzáálláson? Tehetnek bármit is? Hát például azt gondolom, hogy az oktatásnak van ebben szerepe. Hogyha az ember át tudja adni a nem csak a tudást, hanem a saját attitűdjét a szakmájával kapcsolatban, vagy a jó tapasztalatait, vagy példaképet tud állítani, vagy esetleg maga példaképét tud válni, akkor ezek biztos, hogy segítenek.
Én, amikor a patológus társaság elnöke voltam egy pár évvel ezelőtt, akkor elég sok energiát fektettünk ebbe a kollégáimmal együtt, hogy próbáljuk egy kicsit így láthatóbbá, vagy láthatóvá tenni a patológiát, a patológusokat, a szerepünket, a munkánk lényegét a civil társadalom számára. Szerintem lett egy nagyon jó honlapunk, amin ez is, tehát elég nagy súllyal van ott ez a tájékoztatás, de persze arról nincs visszajelzés, hogy ezt mennyien olvasták, vagy mennyien látták, és aztán ebből milyen következtetéseket vontak le. Említette, hogy fontos példaképeket állítani. Önnek voltak példaképei? Vannak példaképei? Voltak, vannak. Mert elsősorban a apám a példaképem, akire rajtam kívül még nagyon sokan nagy szeretettel és tisztelettel gondolnak, és azt gondolom, hogy sokan a példaképüknek tekintik. De a saját kollégáim, az én tanítómestereim között is vannak példaképek, vagy akár nálam fiatalabb kollégáim is. Két lánya és egy fia van, a három gyermek közül lesz, aki tovább viszi a szakmát? A legidősebb lányom, akit Fruzsinának hívnak, ő orvos lett, de nem patológus, hanem anesteziológus és intenzív terápiás szakorvos. Iszonyú nehéz munka. Persze az ember nem tudja befolyásolni a gyerekei választásait, de azért erről elég sokat beszéltem vele, hogy biztos-e abban, hogy ezt a területet választja, és lebeszélhetetlen volt. A középső lányom, ő Bori, ő most a Víg Színházban dolgozik, és nagyon szereti ezt a Víg Színház titkárságát, és a legkisebb gyerekem, aki jóval fiatalabb a lányoknál, ő most 19 éves, Boldizsárnak hívják, és ő Londonba jár egyetemre, és tudományfilozófiát tanul. Akkor mindenféle szegmens megtalálható a családban, de talán ez így izgalmas. Hogyha egyik gyermek sem választotta volna az orvostudományt, akkor el lett volna keseredve? Nem. Azt gondolom, hogy mindenki a maga útját járja, és a választás szabadságát azt az ember legelőször a gyerekeinek kell, hogy megadja. És az én gyerekeim úgy nőttek fel, hogy két borzalmasan elfoglalt orvos volt a szülőjük, és elég keveset láttak minket otthon. És amikor otthon voltunk, akkor is dolgoztunk sokszor. De hát látja, a legnagyobb gyereke még ennek ellenére is ezt választotta. Ma orvosi pályára lépni, vajon kihívás? Igazi kihívás? A jelenlegi társadalmi megítélés, és mindent figyelembe véve. Mennyire lelkesek a mai fiatalok? Nézzük akkor innen. Hogy mennyire lelkesek? Hát szerintem, aki ezt a pályát választja, az ő többségük hisz abban, hogy ez egy szép pálya, egy nagyon szép hivatás, nagy reményekkel kezdik el, gondolom, az egyetemet. De hát ez mindenképpen egy kihívás, mindenképpen régen is egy nagy kihívás volt, és ma is az. Ma talán annyival nagyobb, hogy amikor én jártam egyetemre, akkor ez még abban az időben éppen az megbecsült foglalkozások közé tartozott. Ma sok szempontból sokkal nehezebb helyzetben vannak, azt hiszem, a fiatalok. Részben azért, mert rengeteg tudás kell elsajátítani, sokkal azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal mélyebb, sokkal
mélyebb rétegű és részletesebb tudásanyag van ma az egyetemi tankönyvekben, mint amikből annak idején mi tanultunk. Nehéz azért is, mert ma éppen nem tartozik a legmegbecsültebb szakmák közé. Azt gondolom, hogy nehéz azért is, mert az egész egészségügy elég nehéz helyzetben van. De hát ez ugyanakkor egy szép kihívás, mert ezen kéne javítani. Szép kihívás és elhivatottság. Én kívánom önnek, hogy ebben találja meg továbbra is minden örömét, és nagyon sok kitartást kívánok munkájához. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nézőinknek megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, jövő héten is várom önöket itt a Nagy Vizitben. Viszontlátásra!